Oklevéllel, virággal és ajándékkal érkezett a polgármester dr. Fehérvári Géza otthonába, Tata volt polgármesterét 85. születésnapja alkalmából köszöntötte. Az 1960-as évek elején még matematikát és fizikát oktató pedagógus meghatározó személyiség a város történetében. Magyarországon 1990-ben tartották az első szabad önkormányzati választást, ezzel együtt hazánkban megszűnt a közigazgatás tanácsi struktúrája. Dr. Fehérvári Gézát az október 14-i önkormányzati választás második fordulójában választották képviselővé, ez év október 25-én pedig a képviselőtestület alakuló ülésén az akkor 27 fős testület a város polgármesterévé nevezte ki. Ezt a tisztséget 1993-ban történt lemondásáig töltötte be.